A magyar kormány által 2018-ban meghirdetett Magyar Falu program célja, hogy a falvak életminősége javuljon, illetve hogy a fiatalok maradjanak a szülőfalvaikban. Ehhez azonban fejlesztések szükségesek. Mindezt Gyopáros Alpár jelentette ki csütörtöki tájékoztatóján. A kormány biztos úgy fogalmazott, ilyen például az utak és a járdák felújítása, valamint a helyi intézmények fejlesztése. Hozzátette, ez azonban csak úgy nyer értelmet, ha minél többen maradnak a falvakban. Ennek a problémának az orvoslására már a 2019-es évtől kezdődően szolgálati lakások és szolgálati házak kialakítására és felújítására is indítottunk egy pályázati kiírást. És az azóta eltelt nagyjából egy kormány ciklusnyi időben, azaz körülbelül 4 évben, most már ott tartunk, hogy szerte a falvakban 500 kis településen újítottunk fel, vagy alakítottunk ki szolgálati lakást, szolgálati házat, mindezt egyébként összesen 10 milliárd forint értékben tettük meg. A politikus hangsúlyozta, nem csak az önkormányzati, hanem az állami szolgáltatási szférában dolgozók is kaphatnak szolgálati ingatlant a Magyar Falu program keretében. Ez történt Andornak táján is, ahol nyár óta él a körzeti megbízott a családjával a felújított épületben. A 2019 óta kapott támogatásokért Eger és térsége országgyűlési képviselője is köszönetet mondott. Itt Andornakon a szolgálati lakás az szerintem tényleg egy hiánypótló űrt töltött be. Eddig is kiválóan teljesítette Zászlós úr a feladatát, de azáltal, hogy a családjával együtt tud lakni, és gondolkodhatnak egy nagyobb lakásba, hiszen a szolgálati lakás lehetővé teszi, hogy spóroljanak. Látszik, hogy ő már augusztus óta tényleg otthonának tekinti. Az országgyűlési képviselő hozzátette, Heves vármegye egyes számú választókerületébe eddig több mint 7,5 milliárd forint érkezett 25 településre a Magyar Falu programból.